A szezonális légúti allergiás tünetek megjelenését különböző növények, virágpora, pollenek belélegzése okozza. Valakinél a nyírfa, a mogyoróha, pázsitfűfélék virágzása idején jelentkeznek a panaszok, de a legtöbben a pallagfű pollen szórásakor tapasztalják ezeket. A leggyakoribb allergiát okozó növény hazánkban augusztus közepétől október közepéig szórja a polleneket, amely igen súlyos tüneteket okozhat az arra érzékeny embereknél. Jelenleg megyénkben és országosan is a pallagfű, fekete üröm, aranyvesző, tehát a libatoszfélék virágoznak, és igen nagy koncentrációban vannak jelen a levegőben. Azt kell, hogy mondjam, hogy a pollenallergiák közül leggyakoribb allergén és a legkellemetlenebb tüneteket a pallagfű allergia okozza. Ennek a tünetei a szokásos allergia tünetek, az orrfolyás, a tüsszögés, a szemviszketés, a könnyezés, szemhéjduzzanat, hallókült viszketés, lágyszájparadt, torokfájdalom, illetve viszketés. Azoknak, akik tisztában vannak allergiás megbetegedésükkel, már a szezon előtt érdemes szakorvos segítségével felkészülni a tünetek kezelésére, tette hozzá a tüdőgyógyász. Sokan vannak ugyanakkor, akik gyakran tapasztalják az előbb felsorolt kellemetlenségeket, korábban azonban nem készítettek allergiatesztet. Érdemes ezt mielőbb elvégeztetni, hiszen a tünetek kezelése személyre szabott terápiával és gyógyszeres kezeléssel történik. Az allergiás panaszok sok esetben hasonlíthatnak a koronavírus tüneteire, hasonlóság továbbá, hogy a kockázat azoknál magasabb, akik rendelkeznek alapbetegséggel. Tulajdonképpen mind a két betegség a légzőrendszerben zajlik. Elkezdve az orrgarat, illetve a tüdőben, mind a két betegség, mivel itt zajlik, nagyon fontos, hogy a légúti betegek legyenek felkészülve az esetleges vírusinfekcióra. Köztudott tény, hogyha már van egy alapbetegség, vegyük például az allergiát, illetve az aszmát, könnyebben megfertőződhetünk vírusos megbetegedésekkel. Úgy mondjuk, hogy ráfertőződik, szuperinfekció alakul ki. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogyha ilyen betegségben szenvedünk, vegyük komolyan a kezelést, használjuk az aszma gyógyszereinket, használjuk az allergia gyógyszereinket, illetve tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az allergén terhelést elkerüljük. Az allergia nem megfelelő kezelése hosszabb távon asztmát és egyéb súlyosabb légzőszervi megbetegedéseket okozhat. Ez azért is veszélyes, mert az immunrendszer legyengülésének következtében nem csak a koronavírus, hanem egyéb más fertőzés is könnyebben megtámadhatja a szervezetet.